aki a Bitcoin árfolyamát szeretné követni, az mondjuk egyszerűen Google-ba is beírod, és akkor azt látszik. A TradingView-ba ott sok minden egyéb metrika is látható, meg ki tudsz magadnak válogatni részvényeket, amiket követsz, és akkor lehet látni. De alapvetően nyilván a, ezt azért akartam is hangsúlyozni, hogy alapvetően nem, a Bitcoin nem feltétlenül a tőzsdézésről szól, mert ezt ugye tanult kollégák itt a, pont az előbb beszélgettünk hosszasan, tehát a tőzsdével borzasztóan sokat lehet nyerni viszont az egy nagyon, nagyon olyan szakma, ahova oda kell figyelni. Alapvetően a bitcoin úgy is úgy használható, vagy úgy érdemes szerintem használni, mint egy, mint egy megtakarítási számlát. Tehát ez, ez, az nem kell, érteni, nem kell, nem kell érteni a számokhoz, nem kell, érteni, ér, ér, nem, hogy érdekeljen minket egyébként a, maga a, a, hullámzó teljesítménye is ugye a, az eszközosztályoknak. Ott egyszerűen csak venni kell, de erre majd fogunk részletesebben beszélni. Bemelegítésképpen viszont van egy körkérdésem, jó, és akkor mindenki kb. kicsit válaszoljon, Arra az lenne a kérdésem, az a kérdésem, hogy mindenki úgy hasból válaszoljon, jó, most nem matekozzunk, hanem az ösztönénkre hallgassunk, hogy amikor megmondjuk a választ, jó. Tehát az elmúlt tíz év adatait én letöltöttem, és Excel-be végelemeztem, hogy különböző beszállóknál kb. milyen megtérülések várhatóak. És az alapkérdésem az, hogy mit gondoltak arról, hogyha 2014. szeptemberétől hetente csak 3000 forintért veszel bitcoint, akkor uh, ugye 10 év... Szia! Sziasztok! 10 év alatt másfél millió forintot tesz félre az ember. Ez se rossz egyébként, mert legalább az megvan. És mit gondoltok, hogy a másfél millió forintnyi félretett pénzetekből, ami magyar forint, abból ti mennyit látná, mennyivel lennétek nagyon elégedettek? Mi ez az összeg, ami azt mondjátok, hogy fú, figyelj, Feri, meg ez ennyi, kész, nem kell más, ez kell nekem ne, ne, Tehát másfél millió forintból tíz év alatt ti milyen összeget várnátok ki, amikor azt mondjátok, hogy ez nagyon jól teljesít? Jó, követünk így menni, csak kíváncsi vagyok, tényleg, mindenki, hogyha bedob egy számot. 5 millió, igen. 90, 90 oké. Én, én voltam, Te válaszoltál, oké, rendben van. Többiek? Egy milliárd. Az se rossz, másfél millióból egy milliárd. Olyan, olyan is van. 1 millió, 1 Semmi gond nincsen. Oké, oké, oké. Anita? 20 millió. Oké, többiek? 150 100 millió? Számolta egy kicsit, majdnem. Igen, többiek? 10. 10, oké. Okay. Tehát végigszámoltam, tehát 2014. szeptemberétől, ha heti 3000 forintot ér, vettél volna a bitcoint, és például tudsz venni, ez egy nagyon fontos dolog egyébként, tehát nem, nem 200 ezer forintot tudsz beszállni ebbe az eszközben, hanem 3000 forint ér is akár hetente, akkor másfél millió forintnak, nyi bitcoinnak, amit úgy összevásároltál 10 év alatt, annak most 100 millió forint lenne a vásárló értéke. Ami egy, ami egy elég, elég, elég komoly teljesítmény. És ugye nem csak azt néztem meg, ez az egyik. Ez egy, ez egy ilyen olyan dolog, hogy a, ugye nem, a, nem 14-ben indult a bitcoin, hanem ez már egy 4 éves, 3-4 éves története volt akkor az eszközosztálynak, akkor volt egy olyan néhány száz dollár egyébként, most ugye 63 ezer dollárnál tartunk. És úgy számoltam ezt ki, hogy a héten mindig a legpekhesebbek voltunk, és mindig a legmagasabb áron vettük meg, ami, ami azért nem, nem valószínű egyébként. És utána végignéztem azt, hogy negyed éves beszállókkal, tehát hogyha nem, mert ugye az, hogy tíz éve megvetett, tök jó persze, nagyon olcsó volt, tehát hogyha visszamennék, a hülye is megvenné, oké. Okay. De végignéztem azt, hogy négy éves beszállókkal milyen hozamokat hoz, és olyan 2021 körül volt a legrosszabb, és arra voltam kíváncsi legjobban, mert ugye mit ér, mi, az, a, mi az, ami érdekel az embert, hogyha bármely pillanatban ránéz a portfóliójára, akkor menjen megtakarításom, akkor túl nagy mínusz ne lássunk, hogy túl hosszú ideig és a legrosszabb eset egyébként 2020 végén, 21 elején volt, akkor, akkor, egy olyan két évet kellett kiülni az embernek, még hozamot hozott, de hogyha abba, abba a legrosszabb négy évet is elkaptad, akkor is most már dupla, dupla ér a pénzed. Ugye, és ez különböző, ahogy, ahogy, haladunk előre az időben, nyilván úgy csökkennek a hozamok, mert ugye nem a 10 éves hozam, a 8, 6, 5, stb. De az átlagról elmondható az, ebből a legrosszabb beszállót is beleértve, hogy átlagosan éves szinte 26-30-40 százalékos hozamot hoz a befektetett értékünk. Amit gyakorlatilag majd fogjuk látni itt az előadás során, hogy egyik eszközosztály sem tud. Tehát ilyen, ilyen befektetés nincsen. Ez egy 20-15 százalékos megtérülést már, már nagyon vígan és nagyon boldogan mutogat bármelyik alapkezelő, hogy ennyit hoztam az éven, jelentkezik szépen, meg ki is tüntetik de hogy ez konzisztensen évről évre, tíz éven keresztül egy ilyen átlagot hozzon, a, hozzon bármi, és úgy, hogy nem fizetünk se jutalékot, nem szerződünk senkivel, ez, ez egy borzasztóan ritka és egy nagyon értékes eszköz. És ezt csak úgy azért dobtam fel, mert az emberek általában mindig azzal szoktak kezdeni, állam, hogy oké, okay, de Feri, mi lesz az árfolyammal, jó, most befektetni, meg a, meg a, számok majd mennek felfelé, ez tök jó. Ez érdekli az embereket, de ahhoz, hogy, ezt, hogy ez ne csak egy részvény legyen, amit az ember úgy gondolja, hogy most érdemes megvenni az Apple-t, vagy a Google-t, vagy az Nvidia-t, vagy befektetni az S&P 500-as részvény állományba, ahhoz ezt meg kell érteni, hogy mi ez az egész dolog, mert ez teljesen más, mint az előfelsorolt részvények, mert azok, azok, technikai, technológiai cégek és részvények, ez pedig egy, egy új monetáris rendszer. Jó, és hogyha megengedik, akkor bele is a mondandómba, és, és megpróbálok kicsit pörgősebben a végére érni, azért, hogy ha valakinek van esetleg kérdése, akkor még ugyan 5-6 óra kül azokat meg tudjuk beszélni. Hogyha valakinek bármilyen kérdése van, nyugodtan mondja, nem biztos, hogy pont akkor fogok rá válaszolni, lehet, hogy később ebbe kitérek rá. Megpróbálok valahogy tematika szerint azért blokkokat kialakítani, majd valaki szóljon rám, hogy egy fél óra, óra múlva tartsunk egy szünetet, jó, mert én nem dohányzom, de lehet, hogy sokan dohányoznak, stb. WC képesek három órát letolni egybe, mint a, mint a magnó, amit beraktak. Jó, tehát mi az a bitcoin? Ez, a, ez szerintem ez egy alapvető kérdés, mert aki még hallott is róla, mert aki még vette is, az se biztos, hogy tisztában van teljesen vele, hogy ez miért jó. Azt látjuk ugye, hogy a számok mennek felfelé, meg ez egy tök jó befektetésnek tűnik, de miért, miért annyira? Tehát nem, ezért nem érti a világ, és ezért nem értik sokan, mert, mert nem tudják, hogy ez miért, miért jó befektetés. Ugye fogunk beszélni pénzről, azt, tehát, amit bitcoinnal kapcsolatban meg, kell, meg kell értünk, a pénzt, az időt, energiát és az információ. Fogunk beszélni a hitelről és az inflációról, nagyon fontos téma. A bitcoin házat működésére is ki szeretnék térni, mert ugye most volt a felezés, és hogy mi ez, mi az, az egész. És a kicsit az árfolyamról is beszélünk majd, és akkor szerintem így kb. így kontextusba tudjuk helyezni azt, hogy mi ez a bitcoin. Fontos, tehát mi a bitcoin és mit csinál? Ugye ez egy olyan pénzügyi rendszer, ami teljesen decentralizált, tehát nem függ államoktól, nincs cég mögötte, nincsenek mögötte alkalmazottak, nincs marketingje, senki nem kényszeríti, ez egy teljesen önálló, alulról jövő szerveződő pénzügyi rendszer amit senki nem akadályozhatja meg, hogy részt vegyél. Tehát ez egy olyan pénzügyi rendszer, ahol, ahol nem kell semmilyen szerződést aláírnod. Nem, senkinek az engedélyét nem kell megkérned ahhoz, hogy ebben részt vehess. Akár még ponton, akár hogyha csak veszel, akár hogyha csomópontot működtetsz, vagy bányászatot kezdeményezel, majd elmondom, hogy ezek micsodák, de ezekben nem, nem, nem kell senkinek a jóvágyását kérni, ez egy teljesen önálló döntésed, hogy ebbet részt veszel, vagy nem nem lehet elinflálni, tehát fix készlete van, erre is kitérünk, hogy ez miért fontos. Egyelőre tényleg azt érdemes megjegyezni, hogy, hogy nem lehet elinflálni, tehát nem lehet, nem lehet, többet előállítani belőle, mint amennyit a program megenged. Ezért mindig a valóságot mutatja. És nagyon fontos, hogy ez teljesen ingyenes. Tehát, hogyha az ember vesz bitcoint, elteszi a tárcájába, vagy elmondom, hogy ez micsoda, akkor azért senki az égvilágon soha többet semmilyen költséget nem fog kérni. Tehát, hogyha ott tartott tíz évig, nincsenek jutalékok, nincsenek rejtett költségek, díjak, nincsenek mozgatási díjak. Tehát a, hiába most ugye, majd fogjátok látni, beszélünk róla, hogy ugye az utásnak itt is nyilván van költsége, mert az, hogy az ember valamit megmozgat, vagy ami információt átad, ott nyilván valamilyen érték, érték hogy ez a csatorna létrejön, és azért fizetni kell természetesen, hogy mindenhol máshol. Viszont, ha az ember csak tartja, már pedig én ezt javaslom egyébként, hogy hosszú távú befektetésként használják az emberek, akkor semmilyen díja nincsen. Ez teljesen ingyenes. És majd arra is ki fogunk térni, egyébként, hogy milyen, milyen, milyen hálózat működik a bitcoin mögött, és hogy ezt teljesen ingyen kapjuk, az elképesztő. Sokan mondják, hogy hát ez tök új dolog, hogy hát ez először ezt sikerült megcsinálni, és ez új dolog, de igazából magát azt, hogy egy elektronikus pénzügyi rendszert létrehozzanak, aznak már egész komoly történelme van az 1970-es évektől, az internet megjelenésétől konkrétan onnantól kezdve próbálkoznak, próbálkoznak nagyon sokan akadémikusok, feltalálók, programozók, azon gondolkodtak már, hogy hogyan lehet egy elektronikus elszámoló rendszert létrehozni, úgy, hogy az harmadik féltől ne függjön, ugye ez a probléma, itt egyébként volt Nick Szabó neve is felmerült, aki 98-ban létrehozta a digitális aranyat, ami igazából arról szólt, hogy ő a letétbe helyezett aranyat, és ő azt kibocsátotta digitálisan. Ugye tudjuk, hogy ez, érezzük, hogy azért az ember, emberünktől egy csomó függött, a cia ott le is kapcsolta a dolgot, mert kicsit már konkurenciának érezték, azért ment pár évet de 2006-2004 körül azt, az törvényleg betiltották, és akkor jött Satoshi Nakamoto, akinek nem ez a valódi neve, nem tudjuk, hogy kicsoda, soha nem mutatkozott, soha nem hallottuk a hangját, nincs róla videó, csak írásban kommunikált, és senkinek semmilyen gondolata nincs arról, hogy ki ez egyáltalán, vagy kik. De szerintem egyébként egy személy elnézve a kommunikációját. Ő jött 2009-ben, amikor a nagy pénzügyi válság ugye elérte a, a globális ingatlan piacot, és gyakorlatilag ennek az impulzusára az ő elmondása szerint kidolgozta és, és megírta a bitcoinnak a, a fehér, fehér könyvét, ugyanaz az alapító okiratát, és elindították a programot. Nagyon érdekesség egyébként, hogy a bitcoint egyedül nem tudta elindítani, mert mindenképpen kellett, hogy egy másik, másik csomó pont, ami nevű volt. Úgyhogy ez már, eleve determinálja azt, hogy a bitcoin az nem egy olyan hasonló, hogyha esetleg valaki a többi kriptovalutába, amit valamelyik cég elindított, és akkor majd azt ők maguknak kibányáztak, ez egy, ez egy teljesen nyitott és, és elosztott, elosztott rendszer. Jó, tehát pénz, információ, idő, energia, és akkor nézzük meg most egy kicsit a pénzt, jó? Mert sokan ezt úgy, úgy láttam egyébként, hogy ez, ez teljesen akadémiai tudástól, függetlenül is, ebbe azért nagyon sok joghézag van, úgymond, nagyon sok ö, olyan dolog, amit az emberek ö, már azért nem tanultak egyetemen sem, mert ezt teljesen alapvetésnek vették, az, hogy az a pénzrendszer, amivel most élünk, az csak az van, és az csak az volt. A történelemkönyvekből ismertük, tudjuk, hogy voltak aranypénzek, stb., de hogy miért használunk pénzt? Na most pénzt azért használunk, és a pénz nagyon érdekes, az emberi történelemnek a hajnalán már automatikusan megjelent, Nagyjából 150 főig tudta, tudta magát egyébként az ember a törzsi létében szervezni. Tehát gyakorlatilag 150 főig le tudtuk osztani azt, hogy ki mit csináljon, és kinek mi az érdeme. És akkor többiek abban a 150 fős csoportban el tudjuk természetesen osztani, hogy kinek mi az érdeme, mi a hozadott érték a csoport, és annak megfelelően javakban tudjuk kifejezni, vagy visszaszolgáltatni ezt az ő befektetett munkáját. Sziasztok! Sziasztok. De szállott fel fő felett az a, az a problémánk, illetve az a megoldandó feladat, és ezért tudott az emberiség kiemelkedni az állati sorból többek között, mert jól tudta magát szervezni. És, a, és a, ugye az elején még volt a cserekereskedelem, hogy én a almát, te csinálsz cipőt, mondjuk, már kicsit, nyilván nem törzs de hogy ezeket el tudták egymással cserélni. Csak az a probléma a cserekereskedelem, hogy nem mindig jön össze, hogy ha nekem van búzám, nekem meg kell só, akkor nem biztos, hogy pont ki tudom cserélni. Ezért az emberi társadalomban még egyszer mondom, hogy ott, ott, magától létrejöttek a fizetőeszközök, és az emberek azt használták fizetőeszköznek, amit éppen jónak láttak. Nyilván az emberiség történet, történelmében is ugye próbálkoztak többfajta pénzzel, többfajta keménységű pénz, úgymond idézőjelben is, meg szószoros értelmében is. Például az afrikai társadalmakban nagyon sok helyen a közösségekben kagylókat használtak, vagy babot például fizetésként mert ott úgy látták, hogy ezzel, ezzel, jó kereskedni, könnyű, könnyű vinni, könnyű árba bocsátani, úgymond könnyű felosztani. Csak uh, itt jöttek el azok a problémák, amikor például a franciák vagy a gyarmatosító országok, uh, a gyarmatosító országok uh, ellepték a kontinenst, és gyakorlatilag ők ugye azok a, olyan erőforrásokkal rendelkeztek az akkori ö, gyarmatosítók, amilyenek az a törzs közösség, ami ott kontinentálisan ott helybe létezett, nem, nem, nem rendelkezett. Így egy csomó kagylót, vagy csomó olyan erőforrást vittek oda, amit ők pénzként használtak, ezzel elinflálták a pénzüket gyakorlatilag, tehát bagóért megvették Magóért megvették azokat a területeket, vagy azokat a javakat egyébként, amik, amik a törzs közösségben voltak. Így nagyon sok afrikai nemzetet a, a szolgasorba terelgettek, de ugyanez volt például Dél-Amerikában is, Közép-Amerikában is, és Óceániában is, ugyanezeket tapasztaljuk. Pénzzel kapcsolatban van még két fogalom, amit szerintem érdemes, érdemes megjegyezni. Az egyik az, hogy van a csereeszköz, az a medium of exchange, azt így hívják angolul, ez azt jelenti, hogy ezzel cserélünk gyakorlatilag értéket. Tehát itt, hogyha analógiát keresünk, akkor például a papírpénz, a forint, az például egy csereeszköz is, mert mert ugye azzal adom át az, azzal adom át az értéknek a, a jelentését. Az elszámolási egység, a unit of account, az pedig az, hogy miben számolom el. Tehát például itt Magyarországon át a forintban gondolkozunk, bemész a boltba 10 forint vagy 100 forint egy zsemle, de mondjuk tudsz fizetni euróval is. Ilyenkor az euró a csereeszköz, mert azzal közitíted az értéket, de alapvetően forintban számoltok el, mert az a, az a darabára az egységnek. Jó, ez csak azért érdemes megjegyezni, mert a bitcoin sem biztos, hogy elszámolási egység akar lenni, vagy valaha is sikerül az, hogy mondjuk száz szatosiba fog kerülni egy alma, és abban számolunk el. Valószínűleg azért nagyon sokáig még ez csak egy csereeszköz lesz, amivel értéket tudunk tárolni és közvetíteni. És akkor nézzük meg, hogy a, milyen a pénzünk. Mert ugye ez a másik olyan dolog, amit az emberek kevésbé értenek, hogy nem, nem köztudott egyszerűen, inkább az, hogy nem köztudott, az pedig az, hogy ex-hash, mikor valaki megkérdezik, hogy akkor persze, de hát a dollár mögött, meg a forint mögött van arany, igaz? Van arany fedezet igaz? Hát nincs. Nincs. De már nagyon régóta nincs. Tehát ez már száz éve nincs a fiat, a, a, a hagyományos nemzeti valuták mögött nincs aranyfedezet. Azt, hogy a nemzeti banknak is van aranya, az nem a forint mögött áll, az semmi köze nincs hozzá. Ezek a pénzek, de az amerikai dollár mögött is semmilyen fedezet nincsen most már, Korábban ugye, hogy indult a dollárnak a története? Úgy indult, hogy a, az aranyat azért nehéz volt vinni. Nehéz, nehezen osztható, nem tudsz vele két almát megvenni, mert, mert hogy számolod ki. És az amerikai bankok elkezdtek kibocsátani úgymond ájójukat, tehát gyakorlatilag ilyen tartozom neked papírokat, és gyakorlatilag az 1 dollárnak meg volt a pontos ekvivalense aranyban. Ha te birtokoltál 10 dollárt, akkor bementél bármelyik amerikai bankba 100 éve, és akkor 10 egységnyi aranyat kaphattál érte, és kötelező is volt, hogy kiadják neked az aranyat. Na most ez a... Egyrészt volt egy Bretton Woods egyes megállapodás, mi a 1900-as évek elején, de ez még annyira nem zavarta az arany, aranyat, és a, tehát a dollárt és a mögötte lévő értéket, mert alapvetően ott csak a, a globális világnak a működését akarták úgy megalajozni, hogy a dollárhoz rögzítik a többi nemzeti valutának az értékét is, mivel a dollár mögött arany van, ugye tök, tudjuk, az baromi tök jó, stabil, jó, jó értékálló eszköz alapvetően az arany, ezért, hogyha a többi nemzeti valutát hozzá rögzítjük, akkor jó lesz, mert stabil lesz a pénzrendszer. Hát csak aztán jött Nixon 1971-ben, és kirúgta a lávát az egész világnak azzal, hogy a dollárt mögül az arany fedezetet azt kivonta. Egyszerűen azt mondta, bejelentette egy kitélő tévé egyenes adásba, hogy mostantól az amerikai dollárt nem lehet aranyra váltani. És ott az emberek nem voltak buták, 60 évese és elkezdték vásárolni az aranyat. itt látjuk is egyébként a, a grafikonon, hogy ez volt a 1971-es úgynevezett Bretton Woods 2, ami alapvetően ilyen, ilyen mémel nevezés volt az akkori korszakban, így pedig az arany ETF-eket e, hagyták jó, hogy digitálisan lehessen kereskedni az aranyjal. Ezt csak azért jegyeztem mert később majd az ETF-re majd visszatérünk, hogy mi ezek, meg hogy e, mi történt itt a bitcoin esetében is. az viszont látszik, hogy azért volt száz évig, teljesen stabil volt az arany árfolyama, és miért? Dollárban kifejezve. Azért, mert egyszerűen ennyi, ennyi aranyat váltottak át egy dollárra. Aztán utána azt mondták, hogy haver többet, ezt a dollárt, mert ebből nem lesz arany és akkor az emberek elkezdték átgondolni, hogy persze, de akkor, nem tudom visszaváltani, akkor mi van mögötte? Semmi. És elkezdték venni az aranyat, és ott tartunk, hogy a 26 dollárról most már 2000 dollár felé ment az aranynak az ára. A dollárnak az értéke meg ugye érezhető, hogy az meg a tizedére esett, vagy még jobban, jobban beesett. Ez egy nagyon jó ábra egyébként, angolul van, de elmondom a lényegét. Szintén a 71-es, 1970-es időszak érdekes. Itt a produktivitás és a, és a, fizetések, az amerikai fizetések kb. egy síkban mozogtak 1971-ig, tehát amennyivel több volt a fizetés, annyival több volt a produktivitás is a társadalomban, náluk is. Aztán utána a 70-es években, amikor a dollárnak a dollár mögül kiszaladta az arany, mert már nem váltották vissza, akkor azt látjuk, hogy a produktivitás nőtt, de viszont a, az amerikai bérek sem növekedtek, messze nem, messze nem növekedtek abba az intenzitásba, tehát gyakorlatilag meglopják a társadalmat, meglopták ott is, és neki nálunk is. Tehát ami Amerikában történt, az kvázi az analóg minden egyes nemzetállamra, mindenhol pont ugyanazt a jegybankot, ugyanaz, ugyanazokat a e, módszereket használják, és ugyanazok a trendek is. Jó, egy pár mondat csak a pénzekről, tehát ugye pénznek használtak kagylót, hatalmas kősziklákat, e, lókat, nagyon sok sót is például. A sót azt kávé mindenki ismeri a történelemből. Használtak ugye aranyérméket is, és ugye ennek csak az a lényege, hogy kifejezzünk valamilyen értéket. Viszont ugye mi a gond ezzel, például, hogyha ha vagy só vagy, a só, vagy az, alma lenne mondjuk a, a élelmiszerek lennének a pénz, ugye az a probléma vele, hogy hát nem tartós. Tehát megveszel, mit tudom én, 10 tonna gabonát, mert mondjuk felépítette egy házat valakinek, vagy felkapáltad a kertet, akkor lehet, hogy mondjuk az, a, az az, érték, amit te kaptál, amit te pénzként definiálsz, vagy bedefiniál a társadalom, az mondjuk, az, az, az megromlana. Azt tudjuk, az érezzük, hogy az nem jó pénznek, ami megromlik. Az sem jó pénznek, amit, amit például könnyű megtalálni. Ugye a kagylókkal pont így jártak az afrikaiak, hogy náluk baromi ritka volt a kagyló, ezért azt tudták pénzként használni, mert mert ugye tudjuk, hogy ha például gyöngykavicsba vagy, vagy folyami kavicsba lenne a pénzünk, akkor kimennél szépen a folyópartra, szednél egy vödörre, és akkor fú, gazdag lennél. Hát nyilván érezzük, hogy nincs értéke. Az aranynak azért van értéke, mert viszonylag relatív nehéz megtalálni, ritkábban van, meg nehéz a felszínre hozni. Na most Ugye a, az aranytalléroknál is ugye ezért váltak be alapvetően, mert azok olyan értéket reprezentáltak, ami, ami tartós, mert alapvetően az az aranyat nehéz megtalálni. Aztán ugye mi történt a középkorban, kicsit visszatérve az inflációra, hogyha egy uralkodónak háborúba kellett menni, és nem volt elég arany, akkor szépen begyűjtött az összes aranyat a polgároktól, azzal az ígéret, hogy majd visszaadom nektek, csak újra verem. Na most az újraverés ugye az nem csak az volt, hogy más, más név került rá, vagy egy frissített arckép, hanem kivették belőle az aranyat, és más fémmel helyettesítették. És gyakorlatilag az összes, az összes globális, meg összes nagy civilizáció római kortól idáig azért mert tönkre, azért osztott fel, mert a pénzt felhígították. Ezek, ezek történelmi tények. És ugye korábban, mivel nem létezett semmilyen digitális technológia, a pénzt, a pénzt mint értéket, azt általában nem általában kizárólag csak fizikai formába tudtuk elképzelni. Tehát a, csak úgy, hogy ve, veszek valami olyan dolgot a természetből, ami baromi ritka. És akkor azt mondom, hogy ez, ez egy érték, ez, ez, ez valamit képvisel. Ugye korábban főkönyvekkel, vagy olyan, olyan listákkal azért próbálkoztak, hogy mondjuk nekem ennyit van, nekem ennyim van, neked ennyi van, én neked átadtam mennyi értéket, stb. Ugye ezt könyvelésnek hívjuk. Itt ugye mi a probléma a könyveléssel, mert azért, alapvetően ez így, használható lenne értéktárolása, mert tudjuk azt, hogy kinek mennyi értéke van, csak ugye a régebbi technológiai hiánymal adódóan ugye nem volt életszerű, mert nem tudtam beszólni a főispánnak, hogy figyelj, akkor nekem, én most, én most írjál át nekem ennyi, ennyi arany valamit, ennyi értéket a, a Bélának, meg fordítva sem, mert mi van, hogyha kiradírozza az értéket, mi van, hogyha áthúzza, mi van, hogyha nem tetszik a fejem, és akkor érték nélkül maradok. Tehát ez régebben ez elképzelhetetlen dolog volt. És... És ugye idejukadunk ide az információval, mert maga a, a főkönyvi könyvelés alapvetően tökéletesen alkalmas lenne, csak az az egy bibi, hogy meg kell bíznunk valakiben. És ugye mi a gond az információval, mert alapvetően a főkönyv is az is egy információ, az a gond vele, hogyha például nekem van egy banánom, neked egy almát, cserélünk, akkor azt érezzük, hogy akkor ne, cseréltünk, és akkor neked lesz egy almád, nekem egy banánom, ha információ cserélünk, nekem van egy információ, meg neked van egy információ, és cserélünk, akkor neked is lesz két információd, meg nekem is. Tehát az információval már egy picit problémában vagyunk, mert ugye azt már nem tudjuk nem megtörténté tenni. És a digitális világban ugye, most ugye már erről beszélünk a bitcoinról, a digitális világban az a probléma, hogy ott, hogy ott nem atomokból épülünk fel, hanem csak számokból. És a számok, mint információk, azok folyamatosan léteznek Állandóan. Ott nincs idő is, nincs tér, ott gyakorlatilag a pi, a pi-nek a százezredik számjegye is, meg mondjuk a mínusz tíz is, meg a száz is, az mind létezik egyszerre egy időségben. És gyakorlatilag Satoshi mikor átgondolta azt, hogy akkor jó, hozzunk létre egy pénzrendszert, hogy nem függ senkitől, ugye azt érezzük, hogy azt nem lehet megoldani, hogyha fizikai tárgyakat használunk, mert azt valakinek elő kell állítani. Azt valakinek hitelesíteni kell, akkor már valakiben meg kell bízunk az egyetlen lehetőség az volt, hogy egy olyan digitális főkönyvet hoz létre, amit, eh, amit nem lehetnek hamisítani, és, eh, és valami módon ez így tud működni. Tehát ugye ez meg érezzük, hogy a digitális főkönyvvel mi a gond, hogy most egy szerverem van, most akkor kinyúl ki hozzá, ki tudja átírni. Tehát ez egy csomó probléma van vele. De viszont eh, a főkönyvet választotta és ezt fejlesztette, mert a, a többi teljesen kizárt, hogy fizikai dologból eh, ki tudjuk hozni ezt a eh, új pénzügyi rendszert. És ugye itt jön bele az idő még a fogalomba, és hogyan a bitcoinhoz az idő, meg a főkönyvhez. Hát ugye úgy jön, hogy nem mindegy az, hogy egy főkönyvbe, hogy mondjuk én mikor rendelkeztem mennyi értékkel, mert mikor küldtem el bizonyos értéket valakinek. Ugye ezt érezzük, hogy ez fontos egy, 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 egy tranzakciónál, hogy mondjuk, mikor küldtem el. Tehát az idő az fontos. Na persze, de hogyha ez egy olyan rendszert építesz, ami decentralizált, tehát a világon mindenhol megtalálható, akkor azt mégis kitől veszed az időt? Honnan fogja tudni a rendszer, hogy nálam mennyi volt az idő, mikor én elküldtem, és hogy én hiteles voltam-e? Kinek az órájához lövibe? Ezért gyakorlatilag azt csinálta Satoshi, hogy létrehozta a saját idejét a bitcoinnak, függetlenül a mi időnktől, és csak összehangolta őket, és a bitcoinnak az ideje valójában azok a blokkok. Ahogy keletkeznek a blokkok, úgy telik az idő is a főkönyvben. Ugye ott nem percekről beszélünk alapvetően, mert teljesen mindegy egy főkönyvben, hogy most 10 óra telik el, vagy 10 év. A lényeg a kronológia, hogy milyen sorrendben jönnek egymás után az adott tételek. És azért létre kellett hozni egy időfolyamot. És ez volt egy egyik innovációja a Szatosinak, hogy ezt az időfolyamatot, ezt hogyan hozza létre. Mégis ez ezt, ezt hogy csináljuk meg úgy, hogy egy olyan rendszerbe tegyük bele, ami mondom még egyszer, decentralizált, bárki hozzáférhet, mégis ebből hogy lesz olyan, olyan adatállomány, meg olyan főkönyv, amit, amit nem lehet meghamisítani. És uh, itt jön be majd a körbe egyébként a proof of work, azaz a munkának a bizonyítéka, gyakorlatilag ez egy eljárási módszer, ezt majd később elmondom, de a lényege lényeg az, hogy energiával biztosítja gyakorlatilag, tehát a fizikai energiával biztosítja azt, hogy uh, ezek a utalások, ezek a blokkok, ezek a, a blokkláncnak a különböző, tehát az a 10 perces írásai blokk, a, a blokkláncnak, a főkönyvnek, ezek ebben nem lehessen visszamenni. Um, jó, tehát igazából hogyan épül fel a blokklánc, kicsit akkor arról beszélnék, jó? Mert ez még lehet, hogy egy kicsit homályos, meg A saját időt arra, igen, a saját időt arra, arra azért kellett kitalálni, mert nem tudtuk, hogy melyik időhöz menjünk. Tehát egy globális gondozó, globális rendszerben az, hogy most Havajon utalsz valamit, vagy mondjuk Londonba, vagy Magyarországon, tehát ez teljesen másik időzónák, ugye itt lehetetlen lett volna összehangolni. És. Na, a is lefogat, már a az is. Így van gyakorlatilag hogy működik a bitcoinnak a blokklánca, a főkönyvi rendszer, az úgy működik, hogy blokkok vannak, ugye kicsit most visszaváltok itt a bevezetésben, néztük a bitcoinnak a hálózatát, mert élőben lehet látni egyébként, hogy a különböző blokkok keletkeznek, és gyakorlatilag egy-egy ilyen blokkba úgy képzeljétek el, hogy itt mondjuk látszik is írja hogy 4000 tranzakció van. Tehát az történik, hogy amikor Neked van bitcoinod, és valahova küldeni akarsz valakinek valamit, akkor megadja a másik fél a címet, beírod, elküldöd, és gyakorlatilag bekerül ide a bitcoinnak a főkönyvébe, de csak akkor íródik be, mikor egyes blokkok hozzáadódnak a blokklánchoz. És akkor hogyan adódnak hozzá a blokklánchoz, ez egy jó kérdés, igaz? Tehát az még egy dolog, azt mi el tudjuk képzelni, hogy mondjuk a telefonodon vagy egy, egy laptopon mondjuk csatlakozol a hálózathoz, elküldöd az információt, és akkor adott lebeg de mégis akkor ez hogyan lesz ez hitelesítve, és hogyan nem lehet meghamisítani. Na most ugye a blokkláncnál azt csinálja a rendszer, hogy ezeket a, ezt a több ezer tranzakciót, ezt így feldolgozza egymás alatt, gyakorlatilag egy szöveges állomány, és, és gyakorlatilag ebből egy digitális új képez. Az a digitális új ami a sor végén van, az felkerül a következő blokknak az elejére, és onnan megint, megint jön a több ezer tranzakció, amiből megint kerül, keletkezik egy digitális új lenyomat, és így tovább sorba jönnek, ezek az új lenyomatok gyakorlatilag össze vannak fésülve. Hogyha valamelyik blokkba bárki úgy gondolja, hogy ő most... a bárki úgy gondolja, hogy... Ő most, vissza, ő most, az előző 10 blokkba visszamenne, és akkor ő átírná a tranzakciót, mert neki nem tetszik. Na most az azért nem, tudna meg elő, nem, lehet, nem fordulhat elő, és fizikailag van kizárva, mert gyakorlatilag akkor az összes ráépülő blokkot újra kéne számolnia. És akkor mit jelent az újra számolás? Igaz? Mert ez ugye, és itt válik el egy kicsit a, a többi kriptovaluta, meg a bitcoinnak a rendszere, hogy a bitcoin rendszer a proof of work használja, az a munkába a munkának a bizonyítékát, a többiek általában a proof of stake-et használnak, az az azt jelenti, hogy ott egy, egy másfajta elosztási rendszer, ezt most, kicsit be, ezt most annyira nem megyek bele. A lényege az, hogy amikor nagy adat, adatállományokat akarunk összehasonlítani, hogy azok, a, azok, az, adat, az, azok az adatállományok megegyeznek-e vagy nem. Úgynevezett hash funkcióval, egy ilyen matematikai függvényen áteresztik. És hiába, van nekem egy millió oldalnyi szövegem vagy tranzakcióm, azt csinálja a rendszer, hogy egy matematikai függvényjel ezt összetömöríti gyakorlatilag 64 karakteres új Ha egy karaktert is megváltoztatok az egy millió oldalban, az az új teljesen más lesz. És annyi fajta kombináció létezik, hogy gyakorlatilag nincs két egyforma új lenyomat. Na most a, a bányászok azt csinálják, hogy a bitcoin hálózata hogy áll össze. Ugye vagyok én, mint felhasználó, nekem semmit nem kell csinálnom, alapvetően nekem teljesen ingyenes a működtetése, csak kapcsolódok a hálózathoz, ha van bitcoinom, akkor tudok küldeni, és akkor pont. Ugye vannak különböző csomópontok. A csomópontok mit csinálnak? A csomópontokon keresztül tudunk kommunikálni a hálózattal, valójában, és azok közlik a, a azok teszik bele a memória mempool, úgy hívják angolul, tehát igazából egy ilyen, hogy most mondjam, egy ilyen memória medencébe az egész összes tranzakciót, és gyakorlatilag a bányászok azt csinálják, hogy ezeket a tranzakciókat, ezeknek a tranzakcióknak ugye a, a, ezt az új lenyomatát ezt úgy fejtik meg, hogy egy bizonyos nehézségi szint aláérjen ez a, ez a szám. A lényeg, a lényeg, amit most ebből meg kell értenetek, hogy ez egy olyan számot keresnek a, a, a bányászok, a, olyan erőforrásokkal, amik, amik egészen elképesztőek, tehát olyan, olyan számot keresnek, ami bizonyos nehézségi szint alatt nehézségi szint alá kell kerülni. Gyakorlatilag matematikai műveleteket pörgetnek folyamatosan, és, és ezt Annyit elég róla szerintem így bevezetőnek tudni, mert most itt akkor több órán keresztül még beszélhetnék ennek, erről a hálózatról, hogy, a, hogy, ennek a megtalálási valószínűsége teljesen random és véletlenszerű. Tehát, hogyha rendelkezik valaki, összesen 10 egységnyi számítási kapacitáson van a hálózaton, hogyha egy egységnyivel rendelkezem, akkor 10% esélyem van arra, hogy ezt megtaláljam, és mindig folyamatosan 10% esélyem van rá, és azt se garantált, hogy 10 percen belül találom, meg lehet, hogy 2 percen belül, lehet, hogy 20 percen belül, vagy 60 percen be, belül, de alapvetően a matematikáról van szó, ezért gyakorlatilag ez, ez kiegyenlítődik hosszú távon. Na most a lényeg az, hogy ezeket a, ezeket a blokkokat úgymond, hogyha egyszer végigszámolod, utána már nem nagyon tudsz visszamenni, hogy akkor azt átír, mert átírhatod, csak akkor az összes többi blokkot ki kell számolni annak az egy úgymond rossz szereplőnek, aki, aki gonoszul átírta a tranzakcióját, úgy, hogy a többiek már mind a következő blokkot számítják. És ugye a bitcoin hálózata mindig a leghosszabb blokkot követi, és, és így ez gyakorlatilag fizikailag kizárt, hogy ezt meg lehessen tenni. Majd a végén elmondom egyébként azt is, hogy, hogy miért, meg hogy milyen számítási kapacitásról van szó, milyen energiáról, stb. Mert ez, ez, ez mind fontos egyébként, a kontextusba helyezzük, hogy nem két szerver kell ahhoz, hogy mondjuk valaki konkuráljon a hálózattal, hanem, hanem egészen elképesztően sok. No, és amit még fontos egyébként, hogy, a, hogy 10 percenként jönnek létre a blokkok, tehát az azt jelenti, hogy a főkönyvbe kb. 10 percenként lehet írni. Nagyon sok olyan kritika van, lehet olvasni az interneten, hogy, hogyha ilyen el elemzést hallgattok, hogy Pogácsa az például neki is volt mostanában előadása erről online, hogy hát ezt nem lehet használni, mert 10 percig még kivár, mi vesz egy kávét, akkor mi, mi lesz, akkor 10 percig ott állok a fizetőkapunál, vagy a kávéspultnál, és nyilván természetesen nem. A bitcoinnak véleményem szerint ez a bitcoin közösség azért megosztott, hogy minek kellene a bitcoinnak, hogy most készpénzfizetési rendszernek, ami tényleg valami villám gyorsan működik, vagy pedig energiatárló, vagy értéktárló rendszernek. Lényegében én úgy gondolom, szerintem az értéktárlás a legfontosabb, mert ez az, amit nem tudott semmilyen semmi más rendszer megoldani, közhitelesen, és erre különböző rétegekben jönnek rá a különböző alkalmazások. És gyakorlatilag létezik olyan alkalmazás, mert most is, meg már néhány éve is, ez a Bitcoin Lightning Network, a villámhálózat, amivel gyakorlatilag tized másodperces tranzakciódéket lehet elérni úgy, hogy a mögötte letétben lévő bitcoin abszolút közhitelesen rendelkezésre áll, tehát azt már nem lehet meghamisítani. És nagyon sok egyéb kripto a hálózat, azzal villog, meg az a, az a legfontosabb paramétere, hogy hány millisekundum alatt tud végrehajtani egy tranzakciót. És uh, itt azért, ezért, ezért akartam ezt uh, kicsit kontextusba helyezni, hogy miért 10 perc és miért nem 5 millisekundum mondjuk egy blokk létrehozásának az ide is. Azért, mert ez a 10 perc, gyakorlatilag gondoljátok bele, hogy a, 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 a fény az mondjuk 7 megkerül a földet mondjuk egy másodperc alatt, tehát hogyha te 5 millisekundumos vagy 100 millisekundumos tranzakciót akarsz, hogy a fény, az információ nem alig ér körbe a hálózatokon, és ugye az információ nem fénysebességgel árad, még hogyha még a, a coax kábelekben úgy is, de azért a szervereknek fel kell dolgozni, fel kell dolgozni az információt. Úgyhogy ezért nem annyira működnek a egyéb kriptovalutáknak az a, azok a hálózatai, ami azt ígérik, hogy egy másodperc alatti tranzakciókat hoznak létre, mert nem működhet, vagy pedig túl centralizált, és akkor viszont oda adunk ki, hogy valakinek alapvetően valaki kezeli a pénzünket helyettünk. A bitcoinnál viszont azért pont 10 perc, ez egy hasra felvett szám, de egy kicsit át van és át is van gondolva. Vélemény szerint így hasra fették fel, de jól, jól átgondolták. Ez a 10 perc alatt gyakorlatilag úgy képzeljétek el, hogy az a főkönyv, amiben te beküldöd a tranzakciódat, ezt a világon több százezer csomó ilyenkor elnörzi, és konszenzusra jut, hogy neked volt annyit, meg még a másik 5000 e, tranzakciónak meg volt a fedezete, és hogy azt, azt el lehet utalni. És ez, az egész világ konszenzusba kerül, hogy akkor 10 percen keresztül, 10 percek alatt, és ezért minden 10 perc ugyanaz lejátszódik. Tehát ez nem az van, hogy egyszer, egy, egy, nap egyszer összenézik, hogy akkor most nálad is annyi a főkönyv, meg nálam is, hanem ez gyakorlatilag minden egyes blokkírásnál a világ összes csomópontja, amit működtetnek, az ellenőrzi, hogy megfelelőek a tranzakciók. És ugye visszatérve az aranynak az analógiájára és a bitcoinéra, ugye erről már valószínűleg hallottatok, vagy lehet, hogy hallottatok, hogy van egy ilyen bitcoin felezés, és hogy mi ez. Most a bitcoin felezés röviden annyit jelent, hogy a bitcoinnak a, a forgalomba hozatala az nem úgy történt, hogy akkor volt egy cég, és akkor azt mondja, hogy van 21 millió bitcoinom, és akkor kikér ki belőle valamennyit, és az elején full értéktelen volt, mert nem, nem ismerte senki, és akkor adták, adták dollár, dollárokért vagy centekért. Nem, ez nem így történt. Ez úgy történt, hogy minden egyes főkönyvírásnál, minden egyes blokknál, aki megfejti ezt a blokkjutalmat, ezt a matematikai feladványt, ő kap annak megfelelő blokkjutalmat. És ezek a blokkjutalmak az elején 50 bitcoin volt, és utána pedig négy évente feleződtek. 25 bitcoint osztottak már szét utána 10 percenként, és így tovább, és most gyakorlatilag oda eljutottunk, hogy a most volt például tegnap hajnalban a felezés, ahol 6,25 bitcoin helyett most már csak 3,125-öt osztanak ki. És ez most túl sok szám volt így egyszerre. A lényeg a lényeg, hogy most kb. 20 millió kiosztott bitcoinnál járunk, és 21 millió lehetséges összesen, a program és a függvények ennyit engednek meg összesen, és a legutolsó bitcoint 2140-ben, töredék bitcoint 2140-ben fogják előállítani, úgymond, vagy akkor fogják kiosztani. És így gyakorlatilag ez miért fontos? Mert ennek van egy olyan eszközosztályunk, aminek, ami folyamatosan auditált, 0-24-ben és a föld bármelyik pontján auditálható, és fix a készlete. Még az aranynál, hogyha belegondolunk, akkor az arany a földben van, nem, nem tudjuk pontosan, hogy mennyi a készlete, de azt tudjuk az el, a történelmi adatokra való tekintettel, hogy mondjuk 60-70 évvel ezelőttig, meg a máig, az a ököl szabály, hogy az arany 1-2 százalékkal bővül évente. Tehát ennyit hoznak fel a földre, a föld felszínére, ennyi, ennyi kerül forgalomba. Most a bitcoin jelenlegi felezésével a világ legritkább eszközévé vált, ez már 0,7 százalékos az inflációja, és ugye még az arany esetében ez azért mondjuk, hogy 1-2 vagy 3 százalék, mert bizonytalanak vagyunk. Minél több a kereslet az aranyra, annál többen kezdik el bányászni, annál több bánya nyílik, annál több embert tesznek rá, annál több munkagépet, és gyakorlatilag, hogyha tízszeresére ugrik az aranyára, akkor boldog-boldogtan elmegy, aranyat bányászni, ahogy történt az aranyláz időszakában is Amerikában. most a bitcoinnál ez, ez, nem így működik, mert ugye ott nem attól függ a bitcoin létrehozás és forgalomba hozatala, hogy mennyire akarják mondjuk a New Yorki tőzsdén. Hogyha ott, ha megfeszülnek sem, tudnak többet előállítani belőle, mert nem, nem jön belőle több létre. Úgyhogy ez egy, úgyhogy még minden egyes dolog, amivel az emberiség eddig találkozott pénzeszköz, vagy bármilyen javak legyenek, az, az ház, az hajó, padló, burkolók, arany, ez is bármi. Mindennek a készlete, úgyhogy mennyi van forgalomban, mennyi elérhető, az attól függ, hogy mennyire keresik. Ha nagyon keresik, akkor megtalálják az emberek a módot arra, hogy ebből sok legyen még akkor is, hogyha az elején nehéznek tűnik, meg az elején még nincs meg a technológiai módszer az ember nagyon, talán, nagyon, nagyon találékony, és mindenképpen ki, ki, ki akarja elégíteni a vállalkozó, meg az emberiség a, ezeket az igényeket. A bitcoinnál ez nem lehetséges. Nem, 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 nagyon, nem lehetséges. Tehát nem lehet olyat nem lehet olyat varázsolni, hogy akkor most a, kell mindenképpen a BlackRocknak, a világ legnagyobb alapkezőnek 100 milliárd dollár él bitcoin, és akkor most valaki előhúz a kalapjából 1 millió bitcoin még pluszba. Ilyen nem lehetséges. És míg az aranya földben van, addig a bitcoin pedig az időben előre jön létre. Tehát ez, egy, ez nagyon fontos metafora egyébként, hogy, a, hogy a, ugye ez a bitcoin ez a digitális világban, a matematika világában létezik, és nem pedig a fizikai világban. Ugye sokan hátrányként érzik, hogy nem lehet megfogni. De alapvetően, hogyha egy főkönyvként gondolunk rá, akkor nem is kell megfogni, csak pontosan tudjuk és tudjuk kezelni azt a főkönyvet, és nem kell fizikai formában találkozunk vele. Abból a hátrány, abból lehet, hogy hátrányosnak tűnik, hogy nem tudom megrágni, meg, meg megfogni, eltenni, a zsebembe tenni, de abból a szempontból meg jó, hogyha még belegondolunk, hogy ez nem korodál, ezt nem lopják el ezt nem lehet elkobozni tőle, tehát a bitcoint azt nem, nem tudják a fejedhez szorítani egy pisztolyt, nem tudják tőled elvenni, ha nem mondod meg. Ha lelőnek, akkor az a bitcoin, ami a fejedben volt, vagy mert tudás, hogy ez, hol van annak a kulcsa, akkor az örökre elveszett. Még az aranynál, vagy bármi más eszköztárnál, ugye mire alapultak a rablóhagyjáratok, add ide, nem adom, puf, enyém volt. A bitcoinnál ez nem így van. Ott, ott ugye ez akkor örökre elveszik. Még pár gondolat, és akkor utána tartunk egy szünetet szerintem, jó? Na most a energiával kapcsolatban miért kell beszélnünk? Tehát van ez a, van ez a POV, ez a Proof of Work, ami a munkának a bizonyítékát jelent, és ez miért működik? Mi ez az egész? miért kell ez, hogy miért kell ennyi energia a Bitcoin hálózatához? Ez jó ez egyáltalán? Vagy, vagy hogy miért nem lehet ezt egyszerűbben megoldani? Ugye ez rengetegszer felmerül egyébként a, a médiában, hogy ezt, hogy ezt, hát ez feltaláltak egy jobb, jobb módszert arra, hogy, ezt, hogy, ezt, hogy egy hogy egy ilyen főkönyvet hitelesítsenek. Persze lehet olcsóbb módszert feltalálni, lehet teljesen energiamenteset is feltalálni, csak az nem lesz biztonságos. És miért nem lesz biztonságos? Pont azért a blokkok közötti kapcsolat miatt, mert hogyha azok a blokkok közötti kapcsolatokat, én csak az alapján, az alapján tudok írni egy blokkot, hogy nekem mondjuk mennyi pénzem van, amit a proof of stake módszer szól, tehát azt jelenti, hogy randomra, akik részt vesznek, meg, mondjuk 10 cég, ők írják a főkönyvet és akkor a 10 cég mondjuk összecsörög, ahogy történt is, mert mondjuk a Binance esetében, aki a saját koinját ugye létrehozta, a kriptovalutáját, hogy összecsörögtek, hogy figyelj, akkor fordítsuk már vissza a blokkláncot, és akkor törjük ki azt a tranzakciót. Jó? Jó. Akkor kitörölték. Na most a Bitcoin-nál ugye egyrészt nincs mögötte egy cég, másrészt ahhoz, hogy, hogy vissza tudjunk menni a láncban, és valamit megváltoztatni, az borzasztóan sok energia szükséges, és ez, ez fizikai korlátot jelent. Na most ahhoz, hogy a, ugye, és a, miért, miért, az, miért, beszélünk itt energiáról? Ugye arra, arról beszélünk, az az elve az egésznek, hogy a minden egyes számítás, amit elvégzünk, akár fejben is, az energiával jár. Tehát azt nem, nem tudsz egy számítást úgy elvégezni, hogy, hogy azt előtte ne, vagy ne számoltad volna ki, vagy nem, nem tett, nem fektettél volna bele energiát. Most gondolj egy számítógépre, hogy valami bonyolult dolgot számolsz vele, akkor ugye azt nem tud energia nélkül megcsinálni. Tehát energia kell a számításhoz. És ezért a műveletek végzéséhez mindenképpen kell energia. És gyakorlatilag a Satoshi azt csinált és úgy validálta, tehát úgy, úgy hozta létre ezt a bitcoin hálózatot, hogy az energiát, a fizikai energiát, ami a számításhoz szükséges, ugye azt összekötötte digitálisan egy digitális főkönyvvel, ezáltal a digitális világ össze lett kötve a valós világgal, a valós atomokkal. Tehát energiát nem lehet elhazudni, tehát nem tudok olyat tenni, hogy mondjuk a, én vissza akarok menni 10 blokkot, és akkor én újra akarom számolni, és mondjuk a minecraft vagyunk, a Minecraft világába, ahol ugye nem léteznek fizikai atomok, csak ugye a digitális világban vagyunk. Ott azt mondom, hogy vissza tudok menni, és akkor persze majd ezért nyomtatok magamnak egy varázsot, és betöltök egy csomó energiát, és akkor azzal le, le tudom, futtatni a programot, és kész. A valós világban, ahol mi élünk, ahol mi vagyunk, ahol az aranypénzek vannak, ott az energiát, azt való létre kell hozni azt nem lehet elhazudni. nincs olyan, hogy én 10 gigawatt óra energiát mondjuk elő húzni a zsebemből, hogy persze itt van, és akkor én ezzel végig Vagy nincs, vagy nincs olyan hardware eszköz. Még ugye érdekes dolog, nem tudom, régen láttam róla egy ilyen screenshotot, hogy a Minecraftban is csináltak bitcoin minereket. De tök jó. Csak ugye, ugye mögött azok mögött nem volt valós energia, az csak egy, az csak egy sima játék volt, ugye érezzük. Na most nagyon sok Kriptovaluta ugyanilyen elve működik, gyakorlatilag, ö, a, gyakorlatilag az energiát ö, kivéve, vagy elbagatelizálva, olcsó rendszerként működik, és ezért kevésbé biztonságos. Jó, ö, és igazából a, a Satosinak ez, ez volt a nagy innovációja, hogy egy olyan rendszert hozott létre, ami amit, össze, amit egy digitális főkönyvet létrehozott, ami össze van kötve a valós világnak az energiájával, és ez gyakorlatilag folyamatosan változ, tudja változtatni magát a, a, rendszer a nehézségi fokát. És miért kell változtatni egy rendszernek a nehézségi fokát? Ugye, mert ott lyukadunk ki, ahol, ahol mondjuk az aranybányászatnál is, hogyha az arany ára baromra felmegy, akkor nagyon sok, nagyon, sok bányász, nagyon, nagyon sok bányász társaság fektet aranybányászatban, rengeteg ember kezdi el bányni a földet. A bitcoinnál is ugye meg lehetne ezt tenni, ugye, mert ha nagyon kell a bitcoin, akkor több számítási kapacitást rádobok a hálózatra, és akkor nem 10 percenként jönnek létre a blokkok, hanem mondjuk 5 másodpercenként, mert gyorsabban akarjuk létrehozni azt az eszközt, ugye a bitcoin gyorsabban akarjuk a a, 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 kiosztani a hálózatból. Na most azt csinálja a bitcoin hálózata teljesen automatikusan, hogy 2014 blokkonként, ez kb. két hét, 2014 blokkonként újra számolja a nehézségi szintet, és hogyha több kapacitási teljesítmény szabadul rá a hálózatra, akkor nehezebb feladványt dob a gép, és gyakorlatilag az annyival, annyival nehezebbet, hogy 10 perce megint kijön egy blokkidő. És akkor itt is látjuk egyébként, hogyha visszaugrunk a, a bitcoinnak a mempójára, hogy itt például 9,8 más, 9,8 perc az átlag idő, és itt jelzi is a rendszer, hogy ha ez így marad, akkor kb. 2%-kal fogja növelni a, a számítási kapacitáshoz a nehézségi szintet, és így gyakorlatilag megpróbálja mindig tartani a 10 percet. Ezért lehet például azt tudni, az utolsó bitcoint 2140 körül fogják kibányászni. Pont ezért, mert két hetente mindig újra számolja a rendszer, hogy azokat a 10 perceket betartsa. Ezáltal van egy olyan eszközünk, még egyszer egy, plusz dolog a bitcoin mellett, amit el szoktak hanyagolni, van egy olyan pénzügyi eszközünk, amely pontosan tudjuk az inflációját. Tehát az inflációval sem az volt az a gond, ami a közgazdászok szerint sem, a hagyományos közgazdászok szerint sem, hogy van infláció, hanem az, hogy bizonytalan az infláció. Mondjuk jövőre mennyi lesz defláció lesz, hogy 10 os infláció lesz, vagy 20, mert ha 20, akkor tudom azt, hogy hogy számolja. Tudok rá kalkulációt írni, tud rá a gazdaság kalkulációt írni. Na most a bitcoin az teljesen egyértelműen látszik, és, és bizonyítható is, hogy mennyi lesz a, mennyi lesz a bővülése a készletnek, és így úgymond mennyi lesz az inflációja az eszköznek.